Sok szeretettel köszöntünk ismét mindenkit. A legutóbbi videóval kapcsolatosan jöttek kérdések, ugye a fesztiválos videóval kapcsolatban, hogy is vannak itt a zenés dicsőítések, hogy mit lehet, mit nem lehet, milyen zenét. Hallgassunk Isten beszéde, mit mond erről, mi a különbség az Ószövetségben, meg az Újszövetségben. És arra gondoltunk, hogy csinálunk erről is egy rövid anyagot, ami csak erről szól, mert nagyon sok ember részt vesz ezekben a dicsőítésekben, és minden gyülekezetben, egyházban, sőt még a többi vallásban is látjuk ezt a zenei aláfestést, hogy ezzel feltuningolják az embereket ugye a összejövetelek előtt. Ennek is megvan az oka. Oké, én is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat, és valóban ezzel kapcsolatban szeretnénk kételyeket és félrevezetést eloszlatni. Ugye, mert ezekben az utóbbi tehát évtizedekben, attól fogva, hogy ezek a szabadkönyves gyülekezetek elkezdtek megjelenni, és a vezetőik vezetik a gyülekezeteket, ebben generációk nőttek fel, most már több generációk, és így is vált mindenki szemében ismert, hogy ez a kereszténység, hogy belünk a padba, elkezd a zene szólni, jön a Szent Szellem, megjelenik így a Szent Szellem a színen, és akkor mindenki betölt, és akkor utána pedig megy a tanítás, amit meg lehet kazettán, meg CD-n, meg MP3-fába meg lehet venni, azért, hogy a gyülekezetet támogassuk, megint csak ugye ez van egy kifogás rá, hogy miért. És ha ezt összevetjük az Új Szövetség beszámolóival, ilyet nem találunk. De mindenki érdekes módon, hogyha felmerül kételyként ez a kérdés, akkor mindenki azonnal elkezd az ujjával mutatni az Ószövetségre. Ugye, ahogy az egyik hozzászóló itt a YouTube csatornánkon elkezdte ezt feszegetni, hogy hát akkor mi van a Dávidi és a Dávidféle Isten dicsőítéssel, Isten imádattal, és mi van akkor az Aszáv zsoltáraival, meg az összes többivel, stb. És nagyon érdekes lesz ez egyébként, ahogy ezt ki fogjuk hámozni, hogy miről is van itt szó egész pontosan. Csak akkor induljunk az elejéről, hogy mert volt ott egy olyan hozzászólás, aki azt írta, hogy ő nem hiszi, hogy az ördögtől való zene, és ugye írtuk, hogy nyilvánvalóan, mint minden más Istentől való a zene is, ugye az eredete az egész, csak ugye ezt is megfertőzte a sátán, hogy akkor talán induljunk innen, hogy ki volt ott a legnagyobb lantos zenész, meg hogy is volt ez ott az elején. Hát igen, mert ugye vannak rá utalások az írásban, amikor Isten így ebben a láthatatlan formájában, ahogy ihlette a beszámolókat, amik ilyen villanásnyi képeket adnak, mint az Isten országában történt dolgokról, mint a Földén történt dolgokról, amire ugye emberi szemtanúk nincsenek, mint mondjuk a teremtés, tehát mégis van róla beszámoló. Tehát Isten ezt ilyen formában az ember elé tárta egy ilyen villanásnyi pillanatokban, ami ki tudja, hogy mennyi időszakot ölel fel valójában. De van beszámoló arról, hogy is történt, mi is történt az Isten országában, hogyan került ő ide le a földre, hogyan kezdett tevékenykedni, milyen eszközökkel, és ott van az a beszámoló róla, hogy ő neki az egyik eszköze, amivel erősen és hatékonyan tevékenykedett az Isten országában, az Isten útmutatása szerint is engedélyével, tehát az ő egyik kiváló eszköze az pontosan a zenével kapcsolatos. Ez az igevers róla most csak egy részlet jut eszembe, azt hiszem, hogy valahogy így említi az írás, hogy lantjai zúgása. Ézsiás 14-ben van ez a sehova hanyatlott kevésséged és lantjai zengése. Férgek lettek fekvőhelyed és pondrókat takaród. És akkor mondja, hogy aki népeken tapostál. Igen, hogy miként hullottál az égből, fényes csillag hajna fia, lehullottál a földre, és aki népeken tapostál. Itt jön az, amiről beszélgettük más videókban is, hogy a Isten csillagai fölé helyezem trónomat, stb. Igen, igen, tehát ott az ő programja, amit Isten ugyancsak így ebben a láthatatlan formájában az ő
tiszta életi szolgáin keresztül nekik, őket beárnyékolva és nekik sugalva, így leleplezte magát, lelkünk ellenségét, az emberiség gyilkosát, Sátánt, hogy mi az ő terve egész pontosan, és hogyan fogja az emberiség nagy részét elhitetni, főként azokat, akik azt hiszik, hogy Istent ismerik és gyülekezetben ülnek. Tehát ott róla leírja azt is, Isten leleplezi, hogy ő tulajdonképpen egy zsarnok uralkodó, aki egyrészt kereskedett, tehát az ő természete a kereskedés, a zenével való manipulálás, és az embereken való gonosz uralkodás. Ez mindez a három benne van, ez a hármasság az ő természetében is, és az ő eszközeiben is, hogy ezt hogyan csinálja. És leleplez Isten, hogy ő a népeken tapusó. Igen, te Ezékielbe írja, ezt pont akartam is kérdezni, ezt a kereskedemet, itt írja, hogy fölkent oltalmazó azok kerül voltál, feltetetlen voltál utaidon, gonoszság nem lett találta benned, kereskedelmed nagysága miatt bensőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, azért levezettelek az Isten hegyéről, elkergettelek, szíved felfúvalkodott a szépséged miatt, és itt a bűneid sokaságával hamis kereskedéseddel tisztátalan tetted szent helyeidet. Tehát itt akkor mit jelent ez a kereskedelmed nagysága, hogy az, amit ma látunk? Hogy az embereket rávette különféle eszközökkel arra, hogy az életüket ne arra szenteljék, hogy Isten dicsősége alá rendelik önmaguk életét, és önmaguk felett a hatalmat az Isten kezébe adják át, és így neki engedelmeskedve az Isten be tudja végezni az ő tervét az emberiség megmentésében, hanem az ördögnek a vezetésén keresztül, a sugallatán keresztül az Isten által teremtett dolgokat kezdték el tisztelni és értékelni, mint aranyat, ezüstöt, bármi értéktárgyat, és így ennél fogva az embereket sugallta arra, hogy ezekből a földön lehető dolgokból minél többet szerezzenek meg maguknak, és mivel az emberek erre ráharaptak, erre a csalira, az emberek elkezdtek, tehát ez erre a programra álltak be, és ezt látták már csak, és tulajdonképpen ő így egy ilyen kereskedéssel, hogy ő fölkínálta az általa lopott dolgot a földön, ugye, mert a földön való hatalmat ő ellopta az embertől, és amit Isten neki adott az embernek a földön. És tehát ő ezért egy kereskedő, a kereskedésnek a szellem királya, azt lehet mondani, mert ami a földön lelhető dolog, ő erre vette rá az embereket, hogy adják el a lelküket, az Istennek való engedelmességbe, cseréljék fel a földön lelhető dolgokért, amik úgy tűnnek, hogy minél több van belőle, annál kiegyensúlyozottabb lehet az életed, és meg te magad meg tudod váltani a saját magad életét, meg tudod magad védeni, meg tudod magad gazdagítani, és nem lesz nálad gazdagabb, és mindenki fölött uralkodni fogsz. És akik ebbe előre hajlattak ebbe a természetébe, és ezt eltanulták még inkább, és tökélyre fejlesztették, ők lettek a mai világuralkodók, ugye, és ő így uralkodik, tehát ezen a hamis kereskedésen keresztül, és tehát amikor elkezdődött a pénzhasználat, vagy a cserekereskedelem, meg mindezek a dolgok, Istennek a tervében soha nem volt ilyesmi, hogy az emberek kezébe különféle földön található dolgok kerüljenek, amivel tehát ugye ezeket szinte csak bűnös módon lehet megszerezni. Abban az időben, főleg amikor nem voltak törvények, akkor mindenki megölte a másikat, hogy neki több legyen belőle, elvette a másét, és így, ahogy szaporodott a vagyona, ő uralkodni tudott egy ember másik több száz emberen. Tehát ilyen volt Nimród is, hogy az általa zsákmányolt vagyonával, ugye az embereket rávette, hogy adni fogok belőle, minél többet fogok adni, annál jobban legyél a szolgám. És ugyanezt a kereskedést, ezt a hamis kereskedést hintette el az ördög is az emberek, ő ennek a kitalálója. Magának az egész kereskedelmi rendszernek, a hamis kereskedelmi rendszernek. Ezért például Isten tiltotta a zsidóknak, a Jákobnak, az engedetlen fiainak, hogy ők nem használhattak ugyanazokat a kereskedelmi mértékeket, mértékrendszereket, mint a körülöttük levő Isten nélküli emberek, meg országok, meg királyságok. Ezért nem engedte meg nekik, nem akarta, hogy királyt válasszanak maguknak. Ezért nem a templomnál is például, hogy nem
volt olyan, tehát a templomi fizető eszköz az teljesen más volt, mint a kereskedelemben levő római pénzek, vagy akármilyen pénzek, érted? És tehát ezért, mert ő igazságtalan kereskedést tanít, és ezért volt például a törvény szabályok között ott a zsidóknál az, hogy nem használhattak hamis súlymértéket, és űrmértéket, és súlymértéket nem használhattak ugyanúgy, mint ahogyan azt mások csinálták. Ezért is verte meg őket Isten, mert a határokat, amit földet eladtak, akkor azért a megye határ kiebb terjesztették, hogy ők ilyen nagy földet adnak el, és amikor más kezébe került a föld, akkor visszadták a megye határt, és kisebbet adtak oda az embereknek. Nem engedték el az adósságot, meg ilyenek. Tehát, ja, 7 évente. Uh-huh. Igen, a 7 évente nem engedték el az adósságot, a földet nem hagyták parlagon, és stb. Tehát minden, ahol csak lehetséges, tehát ez volt az elsődleges eszköze az ördögnek az emberek lelkével való kereskedés, hogyha szót fogadsz nekem, sok javad lehet itt a földön, és uralkodhatsz másokon, és a családod is, és az utódaid is mind uralkodók lesznek. Erre az ember ráharapott, viszont ezt nem tudta teljesen kiterjeszteni minden emberre, mert ugye valaki természeténél fogva nem érdekel a kereskedelem, meg van, ha kell, szegényen leéli az életét, de viszont mindenki hallgat zenét. De csak a pillanatra, mert itt ez is érdekesség, ezt most találtam, hogy itt ahol írja, ahol a kereskedés szó, hogy ennek az etimológiája, ugye, hogy honnan ered egy másik héber szóban az jelentés, hogy körbe megy, körbe jár. És tudod, hogy jobbnál írja, ahol kérdezi Isten, hogy ott van a sátán, tudod, hogy honnél jössz is. Honnél jössz, hát körbe-körbe kerültem, körül és körül jártam a földet. Láttad el az én szolgámat, jó volt, ugye? Igen, körbe jártam, kereskedtem, de akkor ez is kapcsolódik ez, igen. Így már akkor érthető, ja. Persze. Ugyanis ezt tehát függetlenül a föld bár minden részén, ő ezt elhintette az emberek gondolkodásába, hogy az ember vágyjon arra, hogy a minél nagyobb erdőterület az övé legyen, mert ez jó vadászterület, ezt meg kell védeni, és ebben nem lehet vetélytárs, ha oda valaki betér, meg kell ölni, mert így véded meg az önmagad életét, fenntartását, és ezt az emberek ezt elhitték, ezeket a sugallatokat, ezt szerint kezdtek élni. Viszont a lelki ismeretükben az Istennek a törvénye, íratlan törvénye ott dolgozott, hogy ne ölj. Tehát ezzel nem tudtak mit kezdeni, ezt elfojtották, mert mégis az volt bennük, hogy de nekünk élni kell, ha most ez kicsúszik a kezünkből, akkor másul lesz akkor az utódaim, a gyerekeim. Tehát ezzel van kapcsolatban. Maga a kereskedés ötlete az őtőle származik, tehát azért, hogy egyik ember, tehát ezzel ő tulajdonképpen létrehozta a társadalmi különbségeket az emberek között, amit Isten egyáltalán nem akart. Tehát Isten kegyelem szempontjából és üdvösség szempontjából mindenki egy ugyanazon szinten lát. Tehát az Isten szemében a gazdagabb ember az nem fog előbb bemenni a mennyországba, mint a szegény ember. És tehát ugyanúgy, mint ahogy ma, ugye létrehozta a Nimrodtól kezdve, Föníciából, meg Babilonból létrehozta ezeket a hamis vallásokat, szétmentek a földön, vitték magukkal az addigi ismereteiket, és akkor ahol letelepedtek, ott azt fejlesztették ezeket a vallási ismereteket. És ugye a mai világban is nem csak vallás van, hanem van politika, van kereskedelem. Tehát van egy csomó minden ebben a világban őtőle szervezve, hogy kit, ami érdekel, szája íze szerint, az azon keresztül fogja elkapni az embereket, így vagy úgy. Hát nagyon sok ember van, aki ezt mondja, hogy nem érdekel engemet a vallás egyáltalán, meg a politika, csak legyen meg a mindennapi betevő falatom, a ruhám, ahol lehajtom a fejemet, tehát a kereskedelem. Hát ezt az embert a bankrendszeren keresztül kapta el az ördög. A másik ember meg azt mondja, hogy engem se a bankrendszer nem érdekel, se a kereskedelem nem érdekel, se a vallás nem érdekel. Jól vagyok én az én kis életemben, elzenélgetek el, szórakoztatom magamat is, meg másokat is, és akkor én örülök annak, hogy mások szeretik a zenémet. Hát ezt az embert azt a zenén keresztül kapta el. Tehát az ördögnek sajnos 1000 millió eszköze van itt a Földön,
mint ahogy ezt a videókban szoktuk mondani, hogy számtalan fajta féle csapda van, kisebb csapda kisebb élőlényeknek, nagyobb csapda nagyobb élőlényeknek, ugye az ember számára is. Ami az érdeklődési köre az embernek, arra mindegyikre készít egy ilyen megfertőzött, egy olyan hamburgert, amibe beleköpött. Egy patkány mérgetett bele, azt is lehet mondani. És valaki se a pénz nem érdekel, se a vallás nem érdekel, se a politika, valaki csak a szex érdekel. Valakit se érdekel, valaki csak az ivászat érdekel, az alkohol. Valaki csak a dohányzás. Tehát ennyi az élete. Tehát az ördög azt használja ki, hogy az emberben megvan az 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 emberi természet, amit úgy hív az írás, hogy együgyűség. Hát az ördög az embernek az együgyűségét használja ki. És mivel ebben a megromlasztott világban, ahol ő uralkodik, ugye úgy tudja legjobban elkapni az embereket minél nagyobb körben, ha minél több embernek kielégíti a különféle vágyait. És egy olyan generációt nevelti már a Földön az ördög, akik szeretik a pénzt, tehát a kereskedésnek a természete beléjük ültette és beletanította őket, és tehát a pénznek a szeretete, mert Pál apostol is azt mondta, hogy minden rossznak a gyökere a pénznek a szeretete. Tehát nem azt mondom, maga a pénz a rossz, mert jobb néhány darab papírpénzt meg fénypénzt hordani a zsebünkbe, és ezáltal a könnyen használható eszközök által adni-venni, mint régen a lovaskocsival vitted a több zsák krumplidat, meg a búzádat, hogy kapjál érted, mit tudom én, tojássonkát, vagy bármit. Tehát ez Isten szemében is praktikus. Csak amikor már az ember fölül az ördögnek a sugallatára, hogy add el az egész életedet, mindenedet, áldozz föl azért, hogy ebből minél több legyen neked, hogy ha már megszereztél mindent, akkor pedig nemzél utódokat, hogy azokra ráhagyhass. Tehát egy ilyen forsz alá helyezte, egy program alá helyezte az emberiséget, hogy meg kell, hogy gazdagodjak, körül kell, hogy bástyázzam magamat, de hogy ez, amiért küzdöttem, ez a sok értéket elneveztem, ezért kell, hogy gyereket nemzek, akire rá fogom ezt az egészet hagyni. És ez egy forsz. Az emberiség együttesen azt tudnám mondani, hogy többet nem szülünk a világra gyerekeket, hogy ők ezt ne tanulják el, az ördög birodalmában pillanatban összeomlan a szabadkönyvesektől, jezsuistáktól, mindenestől együtt. És ennek a világrendnek a másik természete, a kereskedés pedig, mellett pedig a féktelen dorbézolás, önfelett kikapcsolódás, ugye? És ennek az egyik lába, nagyon erős lába, ennek a fajta éles stílusnak a zene. A zene maga nem az ördögtől származik, ez nagy tévedés, aki ezt állítja. Ugyanis, ha valaki utána néz, én csak amatőr vagyok ebben, de egy időben ezzel kapcsolatban megpróbáltam utána nézni, hogy hogyan is keletkezett a zene, stb. És ez szintén azt hiszem, hogy különösen a görögök voltak ebben nagyon előjárók. Ők voltak azok, azt hiszem, akik így a természetnek az ismétlődő hangjeleiből, ha ezt úgy lehet mondani, fölismerték azt, hogy ahogyan a természetben is az évszakok ismétlődően váltakoznak, ugyanúgy bizonyos élőlényeknek is, és a természet körforgásában levő dolgoknak is hangja van. És ezeket össze tudták úgy állítani, hogy különféle magasságkülönbséggel ezeket a hangokba öltötték, és ebből lettek a dallamok. Hát, és ezt utána pedig ezeket a dallamokat, ezeket ritmusokkal ötvözték. És így nyilvánvalóan egy jó zenének jó ritmusa kell, hogy legyen, de emellett jó dallama is kell, hogy legyen. Tehát a dallam az maga a hangok, a ritmus pedig hangokkal egybekötött ütemek. És ezt, ha Isten nem engedte volna meg, ha nem teremtette volna a világot, akkor az ember ezt soha nem tanulja el abból az ismeretből, hogy az ember
nem megvan az a készség, hogy tanulmányozza a környezetét. És a környezet tanulmányozásból jött a zene. Tehát ezt Isten adta, ugyanúgy, hogy az ember meg tudta figyelni az állatoknak az életét, és ebből lett a biológia, a Földnek a különböző dolgainak a vizsgálat, ebből lett a földrajztudomány, ugye vízrajz, stb. Stb. Tehát vannak ezek a tudományágok, és ugyanúgy a természetet vizsgálva, a természet hangjai összeszedve az ember tudott létrehozni mesterséges hangokat és mesterséges ütemeket. Ezeket kombinálta, és ez lett a zene, ami tulajdonképpen eredetileg arra szolgált volna a természetet figyelve, hogy az ember megértse azt, hogy ez nem magától jött létre, hanem van valaki, egy magasabb rendű személy, aki olyan hihetetlen képességekkel rendelkezik, nem természetes, hanem természet fölött álló képességekkel, hogy messze felülhalad minden értelmet, minden képességet, minden hatást teljesen felülmúl, és ha az ember soha nem olvas Bibliát, és soha nem hallott volna az Isten fiáról, vagy profétákról, akkor is egy emberben fel kell, hogy merüljön a természetet vizsgálva az, hogy létezik valaki, aki ezt az egészet alkotta, mert a méretek és az egésznek a harmóniája, egymásra való szerkesztés, egymásra való utaltsága egy olyan tökéletes harmóniát mutat, amit egyszerűen képtelenség, hogy így véletlenszerűen alakuljon ez az egész ki. És ezért mondja Pál apostol is, hogy az ember teljesen menthetetlen, mert hogyha nem is tudna semmit az Istenről, és nem lenne ember, aki Istenről beszéljen, és a megváltásról, és a bűnről, vagy az üdvösségről, az embernek csak maga körülnéz a természetben, fel kell, hogy ismerje, és egy olyan támpontot kap ezáltal az ember, hogy azon kell, hogy kezdjen az ember keresni és kutatni ezen a vonalon, hogy ezt tovább fejlesztesz az ismeretet, hogy vajon honnét ez az egész. És hát ezért az ember menthetetlen. És ebben fedezte fel az ember, így, amit Isten beleszerkesztett, megengedte az embernek. A matematika is például ugyanúgy a természet tudományokon keresztül született, a fizika és a biológia is, a kémia is, tehát az ember tanulmányozhatta, Isten megengedte az embernek, hogy tanulmányozza a környezetében a különféle elemeknek, víznek, fémeknek a természetét, hogy tanulmány az ember, a felépítését, és a technológia, hogy kezdett előrefejlődni, az ember lehetőséget kapott még inkább ahhoz, hogy az anyagokba belelásson. És így kapott az ember lehetőséget, hogy megismerje az atomot, a molekulákat, sejteket, tehát szemmel nem látható dolgokat, amik mint ha az ember alaposan megvizsgálja, megint csak oda kell jutni, hogy az egész egy olyan tökéletesen, harmonikusan egymásra épülő és egymáson működő, egymás által működő dolgok, hogy ez képtelenség, hogy ez véletlenül jön létre. Tehát ezért az ember, ha nem lenne Biblia, ha nem lenne Istenről való kinyilatkoztatás, az ember akkor is menthetetlen, mert kell, hogy működjön az emberben az a vágy, hogy megismerje a természetet, és a természet kutatása során eljusson arra a pontra, hogy ezt valaki úgy alkotta, ezt az egészet. És ahogy mondtam, ebből fakad a zene is, és ezt később mesterséges formában öntötték az emberek, elsősorban azért, hogy önmaguk szórakoztatására. Tehát ugyanúgy, amit Isten megenged az embernek, hogy éljen vele, ahogy azt Pál mondja, hogy a teremtő helyett a teremtő által teremtett dolgoknak az imádatát kezdte el az ember véghez vinni. Tehát nem Isten tisztelték már, hanem az Isten által teremtett élőlényeket, tárgyakat, bármit. Hát ezért van az, hogy Indiában a szemtehenet imádják Istenként, ezért van az, hogy Norvégiában a szarvast és szarvasagancsba rejlő csodaerőt, ezért van Amerikában a télapos
szarvasos égbolton száguldozó szánkóval a piros ruhás télapót, és ott van a 8 szarvas, azok is erre utalnak. Tehát, és igen, és a zene. Hát a zene, hogy az ördög megértette azt, hogy évezredek óta figyeli és tanulmányozza az embernek a viselkedését, és elég volt neki sajnos az, hogy az ő hazugságait, amikor az emberek elé tárta, figyelte, hogy az emberek hogy reagálnak az ő hazugságaira. És ebből fakadóan ő egyre tovább tudta ezt fejleszteni, hogy hogyan tudja lóvá tenni és az óránál vezetni az emberiséget a legjobban és leghatékonyabban. És megértette azt, hogy az embert az Isten úgy teremtette, ugye, hogy az embernek van füle a hallásra és van szeme a látásra, és tapintása, tehát ízlelése, hogy ezeken az érzékszerveken keresztül az embernek egy hamis képet tud, minden érzékszerven keresztül különféle ingereket tud az embereknek adni, és ezekkel olyan helyre terelgetni az embert, ami által az ember egyfajta elszigeteltségben van, és nem tud találkozni az Istennek az igazságaival, olyan könnyedén, természetes módon, ahogy az Isten egyébként eltervezte. És a zenével kapcsolatban is az ördög tudja azt, hogy az embernek az agya hogy működik, milyen hatást vált az emberre, a zenének, az ember agyára a zene. És ezt ma már mi is tudjuk a kutatásokból, tehát nagyon egyszerűen megérthetjük, hogy az ember az egy, ha nagyon modernű fogalmazunk, akkor nem más, mint egy kémiai reakció, tehát az agyhullámok által létrehozott kémiai, az agyban lejátszódó kémiai reakcióknak a függvényeként létrejövő emocionális, hát ezek az érzelmi megnyilvánulások, amik jellemzik az embert, hogy hogyan viselkedik. Tehát ezek váltanak ki az emberekből különféle viselkedési formákat. És hát azt megnézzük például a zenét, hogy ugye lehet találni egy ilyen skálát az interneten, nagyon könnyen utána jár bárki, hogy ugye főleg olasz nyelven van, azt hiszem ez megfogalmazva, hogy amikor, most csak egy példaként mondom, amikor nullától 50-ig terjed egy zenének a sebessége, tehát hogy milyen gyorsan ismétlődnek ugyanazok a dallamok, vagy a dallamok és az ütemek a zenében, tehát amikor például, amikor ilyen nullától 50 közötti távon belül ezek a koponások ilyen lassan ismétlődnek, ugye akkor ha ezen a sebességre építenek rá dallamokat és ritmusokat, különféle hangszerekkel, akkor ez egy ilyen szomorkás dal tudnak ezzel előállítani, és ebben a sebességben történő dallamok és ütemek az agyba bejutva a fülön keresztül, ezek a hangjelek agyhullámokat indítanak el az ember agyában, amely agyhullámok különféle, tehát az a például, ahol a szomorúságot érzékeli az ember agy bizonyos zene hallatán, akkor az a központ kapcsol be, és kezd agyhullámokat használni, ami kapcsán abból a központból, abból az agyközpontból annak megfelelő kémiai anyagok kezdenek felszabadulni. Például, hogyha mondjuk a kundalinis zenés dolgokat veszünk figyelmül, akkor ugye ott ők a tobozmirigyet célozzák meg, tehát hogy mesterségesen létesik működésbe. És ilyenkor, amikor zenével ez az 50 hercen való kopogás, vagy hát ebben az ütemben ismétlődnek dallamok és ritmusok,
akkor ezzel a frekvenciával, hogy ez ismétlődően ezzel a sebességgel bombázza a Földön keresztül az ember agyát, a tobozmirigyet tudják működésbe léptetni. És ilyenkor, amikor a tobozmirigy elkezd működni az ember agyában, akkor a tobozmirigy, ugye az agyhullámok felfogják ezeket a zenéket, és ez azt váltja ki az ember agyában, a tobozmirigyben, hogy a tobozmirigy elkezd ezt az úgynevezett DMT-t termelni, ami fizikailag azt okozza az emberben, hogy álmossá válik, ugye? Tehát ugyanez van például természetes szinten, ahogy ezt Isten eltervezte, hogy tulajdonképpen ezért az embert úgy teremtette meg, hogy az embernek van az a készsége, hogy tud beszélni. Tehát a kommunikáció közlés, az ember ki tud érzelmet fejezni, információt közölni, átadni, hallgatni, stb. Pontosan ezért, mert amikor egy ember beszél, amikor például én egy olyan frekvenciában beszélek, lassan beszélek, és azt fejezem ki, hogy lesújtott életű vagyok, és elegem van az életnek mindenféle nyomorából, abból, hogy az emberek engem bántanak, és az Istenhez való hűségem miatt, és mind amiatt, amit itt közzéteszünk, leszektáznak, és tehát ezzel a hangfekvéssel, aki ezt hallgatja, el tudom érni azt, hogy az ember együtt érezzen velem, és ő is megszomorodik, szomorúvá válik, és ezen keresztül az agy működése azt váltja ki, hogy az ember együtt érezzen velem, és megfelelő cselekvésre ösztönzi az embert így. Tehát az az ember, hogyha elmondom neki, hogy éhezek, és számkivetett vagyok, a bank elvette a házamat, és nincs hol élnem, nincs hol laknom, a gyerekeimet elvitte a helyi maffia, és prostituáltat csináltak belőle, és kéne 40 ezer forint, hogy kifizessem a villanyszámlámat, és hogy ennivalót tudjak venni. Amikor ezt valaki meghallja, attól függetlenül, hogy ez igaz vagy nem igaz, azok az emberek, akik érzelmesebbek, azokban ezzel a hangfekvéssel el tudom érni azt, hogy a zsebükbe nyúljanak, és anélkül, hogy utána járnának, hogy ez igaz, amit mondok, vagy sem, azonnal biztos találnék 2-3 embert, aki 10 millióból felajánlaná, hogy ő ad nekem ennyi pénzt. Az érzelmi manipulációja az egész, igen.